Jó reggelt kívánok a korai órában, és a hitről beszélgetünk minden reggel. Most a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 4. verséhez érkeztem. A teremtés után, a teremtés történet után, a bűnvesés története után az első nagy történet a Bibliában, a Kain és Ábel története. Pál ezt is visszaidézi. Figyeljük csak, hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz, bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Micsoda összefoglalás ez pár szóban, az egész Kain Ábel történet összefoglalása. Miért is kapta ezt a nevet Kain, mert ő volt az első szülött, mert ez lefordítható név, ez héberül annyit jelent, hogy nyert, kapott. Vagyis az első emberpárnak, az első gyermekük névadásában ott dobogott már a hite. Tudták, hogy eltávolodtak Istentől, fájt nekik ez, és úgy gondolták, hogy ha Isten ad ilyen ígéretet, hogy majd helyrehozható ez a rossz, majd eljön valaki, aki ugyanúgy asszonytól születik, aki a kígyó fejére tapos, és a kígyó viszont a sarkába mar, vagyis megértették az őse 1 Mózes 315 megértették Ádám és Éva az ős evangéliumot, és az első gyermeküknek ezért adták ezt a nevet, hogy Kain, mert úgy gondolták, hogy már a második nemzedékben eljön a megváltó. Így vágyakoztak az ős szüleink a megváltó eljövetelére. Úgy, ahogy később a választott nép nem várakozott. Úgy, ahogy ma a szintén választott nép nem várakozik a második eljövetelre, Ennyire ott volt a szívükben, hogy jöjjön el a megváltó, hozzon egy más világot, teremtsen egy más életet. De Kainból nem az az ember lett. Nem az az ember lett, akit vártak. Aztán született más, sok gyermekük született, leírja a Biblia egyik első fejezete, az ötödik fejezet, hogy még sok fia és lánya született Ádámnak és Évának, név szerint azonban csak Ábelt említi, aztán Sétet említi, nem az egész családfát ír elünk, nem családregény a Biblia, nem a családok problémáiról szól, hanem az egész emberiség problémáiról. Ezért csak ezt a három nevet említi, ki, említi meg talán 10-20-30 gyermeke is született a 930 évig élt Ádámnak. Ábel más lelkületű volt. Ábelben Abel volt, volt az a lelkület, amit Kainban vártak az őszülők. És Áberre telerít a figyelmet Pálapostól, hogy nézzünk mindig a jóra, most ne a Kainra, ne a Kain dühére, a Kain gyűlöletére, a Kain gyilkosságára nézzünk hanem nézzünk Áberre, Úgy, hogy Ápri Lajos a 1956-os forradalom után nem a káinokat emlegette, akik oly sok ember életét kioltották, hanem az Ábel füstje címmel írt verciklust és adott ki kötetet. Igen, Ábelre nézünk, Ábel hit által vid becsesebb ajándékot Istennek sokan nem értik ezt a Kain Ábel történetét, hogy mi különbség van a két áldozat között. Hát Kain is abból adott áldozatot, amilyen volt, hát ő földművelő volt, akkor a föld terméséből adott áldozatot, miért nem fogadta el egy Isten. Albert Camus, a híres regényíró is azt mondja, hogy Isten hajszolta bele Kaint a gyilkosságba, mert miért nem fogadt el az áldozatát. Tehát ő abból áldozott, amiből tudott, a föld terméséből. Hát Ábel pedig jupásztor volt, ő persze a juhainak első fajzásából. Ez azonban nagyon felületes gondolkozás. Ne gondolkozzatok soha felületesen a Biblia felől, mindig nézzetek utána. Az áldozat az nem foglalkozás függő dolog. Isten nem azt mondta a bűneset után, hogy mindenki abból hozzan áldozatot, amiből tud. Isten nem azt mondta, hogy az áldozat az egy érdemkérdés. Az áldozat az hitkérdés, hogy én fogok adni értetek áldozatot, a, a menny első szülöttét, a fiút, a saját fiamat adom értetek áldozatól hisztek ebben? Az ő jelképe a bárány, mindenki számára a bárány áldozatot írta elő Isten. Nem bízta ránk Isten az áldozat kérdését, nem bízta ránk az Isten tisztelet kérdését, nem bízta ránk, hogy te úgy tiszteld Istent, ahogy akarod, vagy azt teszel Istenk, amit akarsz, mert biztos jó, mert hát akkor te abból meg vagy győződve, nem. Isten azt mondta, hogy fogadd el, akit én adtam áldozatul. Az áldozat az mindig a részünkről az elfogadás. Isten ad áldozatot, a mi feladatunk, nehogy kitaláljunk áldozatokat, fogadjuk el. Az elfogadásban van az áldozathozatalban a mi részünk, és ezért gyönyörködött Isten Ábelban, ezért fogadt el az ő áldozatát, és ezért nem tudott mit kezdeni Kainnal, mert Kain mint egy az érdemszerzésként hoz, hogy e, ezt termeltem, itt van, tessék, bőségben. Istennek nem volt szüksége kain terményeire. Istennek az emberi szívre van szüksége. Adjad, fiamat, a te szívedet nékem, ma is adjad a szívedet nékem, elfogadod, amit az Isten akar tenni, érted? Elfogadod az Isten áldozatát, amit adott Jézus Krisztusban? Akkor fogad el ennek a következményeit is, és akkor te is kedves leszel az Isten előtt, és hogyha te téged ezért bármi kár él, mint Ábelt is, hogy agyonütötte Kain, figyeljük meg, hogy mivel fejeződik be ez a kijelentés, hogy ami által bizonságot nyert a felől, hogy igaz, bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Tehát megöltek, akkor is fel fogsz támadni, meggyilkoltak, tiéd az örök élet, ha az igazságért tették ezt veled, még a holtod után is beszélni fogsz. Ebben az életben is beszélsz, ha hit van benned, és ha képes vagy Krisztussal együtt élni, de még a holtod után is beszélsz. Hát én ilyen ábeli hétköznapot, és ezt a napot is. Én ilyet kívánok ma néked.